kiborít a ticsit senki, gyere már inkább le. Nehéz beteg. Nehéz a rohadt élet. Most, hogy itt a doktor... Jó napot! Jó, tudom. Magunk együtt jöttek? Igen, én hoztam szegény barátomat, nagyon beteg szegény. Na, jöjjön közelebb, felveszem az adatait. Igen, megyünk, gyerünk, köcsik, én most csinálom. Jöjjön ki! Ja. Neve? Papcsik. Papcsik János vagyok. Hány éves? 10. Tessék? 11. 11-edik leszek 58. Foglalkozása? Mindent betetszik írni? Hát hogy minden? De nagyon sok foglalkozásom volt is, meg van is én nekem. Voltam benzinkutas, azon kívül voltam zenész, utcai zenész, közterület felügyelő, mi voltam még? Elég. Ja, pillanatnyilag munkanélküli vagyok. Segédmunkás. Segédmunkás vagyok. Na végre, beírom, hogy segédmunkás. Jó, nagyon nehéz munka, hogy oda ne rohanjak. Tessék? Ilyenkor mindig azt mondom, hogy oda ne rohanjak. Mióta csinálja? Holnap kezdem. Fáj a fejed! De nekem nagyon fáj a fej. Mandulám duzzad! Duzzad a mandulája, nekem nem duzzad a mandulám. Torkot kapad! A torkom meg nagyon kapad. Azon kívül fáj a tüdőm, a májok, a besét. Többet nem mondom, mert szégyelős vagyok. Na jó, mindezt elmondja majd a doktor úr. Nem maga a doktor úr? Nem, én csak a nővér vagyok. Mindjárt hívom a doktor urat, addig üljenek ott le. Jelen, nem ő a doktor. Nem. A szemem is hozzá. Hozzá, gyerünk már innen. Meg pocsékon csinálod mégsem. Csalód, mint egy iskolás gyerek a lefkéjé. Tessék határozottan rámutatni egy pont, és akkor jajga. Ez a mániád, nesze. Jaj, te ne nekem, te marha. Magadnak. Jaj. Ekkora magdal a barom ember, ahogy a torkodon kipér. Jaj, ez az. Nincs itt az orvos, amint látja. Nincs. Nem baj, akkor megvárom. Öcsi, ezt tudja, hogy kell csinálni. Mi a baj, öreg? Miért rázod az etetőd? Idegrángásom van. Igen. Idegrángás? Ez jó! És leszázalékolták már? Nem, majd még most fognak engem leszázalékolni. Tetszik tudni, én tegnap még dolgoztam. Bejött hozzánk a művezető, és azt mondja nekem, Kovacsics! Ez én vagyok. Leépítés van erre, kérem, így rám jött a rángás, aztán azt hitte, hogy gúnyolódom vele. Ez jó! Hogy oda ne rohanjak. Igen. Ne törődjön vele a barátom szavajárása, hogy oda ne rohanjak. Igen, de ez még semmi, mert tegnap késő mentem ugye haza, mert még túlóráztunk, erre a feleségem fogadott. Azt mondja nekem, az ajtóba, a kocsmába voltál te, disznó! A disznó is én vagyok, aztán rám jött a rángás, erre kaptam tőle két akkora pofont, hogy egy fél óráig kellett nyugat irányba járt a fejem, aztán ma reggelig megint így rám jött a rángás. Mondom, eljövök már a doktor úrhoz, hogy gyógyítsanak meg, vagy ha nem sikerül, akkor ugye százalékoljanak, de aztán rokkanyugdíjas, majd csak erre megyek valahogy magamnak. Ezt tudnád csinálni? Ha már miért ne tudnád? Nem én nem. Mutasd! Ezt nézd meg! Nem, állj! Tölle! Fogam, hogy kikapott el ügyet. Ide már rám! Idegrángás! Felfogtad végre? Valami jó betegség! Neked idegrángásod lesz, nem, érted? Nem, hogy már tűnünk elvegy ezt a jó betegséget, mi jött őben? Figyelj, csak én te gyakorold ezt a rángást, én meg elintézem a kalitát. Ne haragudjon, uram, de tudja, hogy magát nem fogják leszázalékolni. Már miért leszázalékolnának? Aj, uram, hát ismerni kell ezeket az orvosokat. Maga bedobja itt ezeket a Music TV-s figurákat, úgy rúgják ki, hogy lába sem éri a földet. Akkor én most mit csináljak? Hallgasson rám, ezt a rángást hagyja abba. Abba hagyni? Módjával, na úgy értem, tartsa vissza. Visszatartani? Maga azt hisz, én akkor rázom, amikor én akarom. Akarok magának, ne rázza! Ha maga ezeknek itt így reppel, nem lesz rokkanyú, mi azt tudni? Jó napot, doktor úr! Ki jött elő? Mi jöttünk előbb, doktor úr? Ki később jött, az menjen ki, kérem. Nekem ki kell menni. Ne rázza! Könnyű azt mondani, ne? Maga is menjen. Megyek, nővérke, gyerünk, köcsik, én most rázzam. Rázzam? Gyerünk már, virítsál valamit! Gyerünk, csináld már, öcsi! Ez a szar! Thank you.
rángásommal. És mióta? Hát bejött a művezető. Azt mondta, Kovacsics, én a papcsik vagyok. Leépítés lett, erre úgy megijedtem a leépítést, hogy így rám jött a rángás. Utána hazamegyek, azt mondja, a feleségem, te disznó. Hát egyébként ez is a Kovacsics, én a papcsik vagyok. Hol voltam már megint a kocsmában, volt erre úgy megijedtem tőle, hogy így rám jött a rángás, és kaptam tőle két pofont, hogy kelet-nyugati irányba ment a feje. Letetszik, akkor most engemet százalékolni, ugye? Ha nem haragszik, én is megvizsgálom. Jó. Álljon csak oda közé. Középre? Igen. Csak érjek oda. Emeljek föl mind a két kezét így, belső középtartás. Így? Igen. Most a jobb kezével fogja meg a bal fülét, de bal kezével a jobb fülét. Hát minek ez a maraság, dokikát? És hol marad a rángás? Rángás, itt a rángás! Itt a rángás, dokorúsága! Nem olyan nagy baj ez, barátom, ezzel akár 80 évig is elélhet, nyugodtan hazamehet. Ugye azért kitetszik engemet most írni? Persze, hogy kiírom. Jó, tápénzre, ugye, betegállomány. Nem, munkám. Munkára? Mi az, hogy munkára? Hát nincs is munkám! Hát hova hoztál, nincs is munkám! Szól Rózsika, hogy ezek a szimulások mit ki nem találnak csak azért, hogy leszázalékolják őket. Én megértem őket. Még mindig jobb, mint munkanélkülinek lenni. Jó az napot kívánok, jó napot. Tessék szíves lenni engem leszázalékolni. Mi baja van? Idegrángásom van. És honnan? Mondom, idegrángásom van. És mióta? Tetszik tudni, én ma még tegnap még dolgoztam. Bejött hozzám a művezető, azt mondja nekem, Kovacsics, leépítés van erre így. Rányult a rángás, és azt hitte, hogy gúnyolódom. És azt hitte, hogy gúnyolódik. Kapott tőle két akkora pofont, hogy nyugat-keleti irányba járt a feje, ugye? Honnan tetszik ezt tudni, doktor úr? Mondja, beszélt maga az előbbi beteggel? Az előbbivel beszéltem. És a betegségről is beszéltek? Igen, beszélgettem. És azt is megbeszélték, hogy mi a rossz betegség, és mi a jó betegség, ami alapján le lehet százalékolni az embert, ugye? Fenne, ott tegyél meg, doktor úr. Nem jó az egyik sem. Nem olyan nagy baj ez, barátom. Nyugodtan hazamehet. Ezzel akár 80 évig is elélhet. 80 évig? Doktor úr, tessék, akkor engem addig leszázalékolni. Szimulánsokat nem százalékolok, van még itt valaki? Nem, nincsen. Befejeztem a rendelést. Hogy szimulánsok? Hogy szimulánsok? Kikérem magamnak. Én kérem, beteg ember vagyok, én kikérem, nem tudok dolgozni. Maga tényleg beteg? Miért azt tetszett innen, hogy én passzióból rázom? De miért mondta ugyanazt, amit az előző beteg? Ugyanazt. Ellopták a betegséget, ellopták a rángást. Szegény ember. Tessék, de engem meggyógyítani, én nem tudok én a dolgozni, hát hol kapok én így munkát? A doktor úr már elment. Mit csinálni, most mit csináljak? Szerencsétlen ember, hát most mit fog csinálni? Tessék rá, mindig roncs vagyok, minden esetre ezt abba hagyom. Tudok én sántítani is. Hogy oda ne rohanjak!